következik gerendán. Iskolában Bakos Viktória még a rontott gyakorlatára is igen magas pontszámot kapott, 9,275 ezzel, ez is mutatja, hogy mennyire nehéz, mennyire értékes gyakorlat volt ez. Egy emelés kézállással kezdni este Adrien, angol Spár Gábor fordulát. Spár Gábor, és aztán innen jön majd a gyakorlat neheze. Flick szuplé után egy flick, a mozdulat hibátlan. Három repülőelemet kötött össze. Van egy ilyen kitétel a gyakorlatban, hogy három mozdulatot mindenképpen kötni kell, ezen már túl van. Ez is jó. Kézelás után egy flick és egy bicska szaltó. Előre szaltó pontos. Váltott futó után még egy, és egy spárga felugrás. Egész picire sikerült ugrás. Na, talán itt már nem hibázik, egy jó leugrás kell már csak a gyakorlat végére. És akkor bármi lehet belőle, és jól is sikerül a dupla szaltony este Adriennek. Ez könnyen meg lehet, hogy... Itt van érmet mindenképpen, de az is lehet, hogy egy nagyon fényes aranyérmet, egy mesteri címet hoz majd neki. Nézzük a gyakorlatnak az egyik részét lassítva. Tehát kézállásból indít egy flikket, amit egy bicska szaltóval fejez be, és nagyon fontos, hogy minden érkezés után határozottan húzza ki magát ezzel a bírókat, és meggyőzve arról, hogy jó, amit csinál. Miközben